Hungarian Open. Európa egyik legrangosabb, legnagyobb létszámú tornáján szerepeltek a kanizsai lábtollasok. A Zemplénese játékosai 10 ország 218 versenyzője között mérették meg magukat. A program a Kína-Magyarország csatával kezdődött, amit a magyar válogatott nyert 6-1 arányban. A női válogatottat a kanizsai lányok, vagyis Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia és Vlasics Dalma alkották. Emellett a vegyes páros mérkőzést a többszörös Európa-bajnok Tóth Gábor a tehetséges kanizsai Tukszár Zsófiával az oldalán nyerte az ázsiai páros ellen. A férfi csapatok versenyében a dobogó harmadik fokára nagy meglepetésre az ESM második számú legénysége került Farkas Balázs irányításával. Egyéni kategóriában a döntőben Kunics Réka a tavalyi bajnokot győzte le, így duplázni tudott a nemzetközi tornán. A férfiaknál a legjobb zalai résztvevő a zemplénes Farkas Balázs a hatodik helyen zárt.